A vád szerint a férfi 2022 márciusának végén jászfényszarun megkérte egy nő ismerősét, hogy a jászfényszarun tartott keverékfajtájú kutyájáról gondoskodjon, amíg az ő lakhatási viszonyai rendeződnek. A kutyának már ekkor is sebes volt a nyaka, mivel a nyakára volt tekerve egy lánc, és az nyakörvként egy csavarral rögzítve volt a nyakán, ami belenőtt a húsába. A nő látta ugyan a kutya állapotát, de ennek ellenére úgy tartotta a jászfényszarúi ingatlanának udvarán, hogy a sebei ellátása miatt nem intézkedett, nem tett semmit, illetve a láncot sem távolította el a kutya nyakából. A benövés olyan súlyos fokú gyulladást okozott, amely különös szenvedést okozott az állatnak, és a gyógykezelés elmaradása esetén az állat pusztulásához is vezethetett volna. Lakossági bejelentés alapján azonban kimentették az állatot, és azonnali orvosi beavatkozást követően, ahol kiműtötték a láncot a nyakából, egy alapítvány vette gondozásba, ahol a kutya felépült. A járási ügyészség mindkét vádlottal szemben büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás keretében végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönkiszabására tett indítványt vádiratában. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság fog dönteni.